Emberi élet, keresztény élet. Hol van a határvonal, hol van az a pont, ami elválasztja a két életformát egymástól? Sok alkalommal mondtam már, hogy nekünk református keresztényeknek a Biblia az életkönyve, mert ez ad támpontot, útmutatást az emberi életre és a keresztény életformára. Mivel az életkönyve a Biblia, ezért Jézus Krisztusnak tanítványa, a szeretett tanítvány János figyelmeztet minket arra, ne szeressétek a világot, mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága és a világ elmúlik. Vagyis meghatározza János apostól, hogy különbség van az egyszerű emberi élet és a keresztény életforma között. A Biblia tanítása szerint, aki Isten nélküli életet él, az csak a testi életet éli, lelki életet nem él. Annak csak egy élete van, az az elmúló földi élet, amit a Biblia így fogalmaz, 70 vagy 80 esztendő. Isten pedig azért adja a Bibliában az igét, a kijelentést számunkra, hogy a láthatóktól fölfelé, a láthatatlan felé, Isten felé tudjuk gondolatainkat, hitünket emelni, és ne csak a mammon a pénz a hatalom legyen a fontos számunkra, hanem az ige tanítása alapján szolgáló életet tudjunk élni Isten dicsőségére, embertársainknak javára. Milyen legyen ez a lelki élet, milyen legyen az Isten iránti szeretetünk? Mivel a Biblia érthetően elink adja, hogy ez a világ elmúlik, és akik csak a világ fiai gyermekei voltak, azok elmúlnak a halállal ebben az életben. És hogy ne elmúlás legyen a mi életünk, hanem Istenhez kapcsolódó legyen a mi életünk, ezért szól Jézus Krisztus előtt már keresztelő János, és Jézus Krisztus is ugyanazt az igét mondja, amit így olvasunk Máté evangéliumában: térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Keresztelő János egy programot ad azoknak az embereknek, akik Krisztust várok. És amikor Krisztusra mutat, hogy Ímé az Isten Ama Báránya, aki elveszi a világ bűneit, Jézus Krisztus ismét elmondja a bizonyságtételt, hogy nem látszatként, nem külsőként kell Isten országához tartozni, hanem hittel és meggyőződéssel. Az az ige, amit hallottunk az evangéliumból, erre szólít föl, hogy térjetek meg. Mit jelent a Biblia szóhasználata szerint a megtérés? Már az Ószövetségben ismerjük a megtérés fogalmát, ami a bűnbánattal volt egybe kapcsolva. Gondoljunk csak Ninive történetére. Amikor Isten hát meg akarja büntetni a várost hitetlenségük miatt, de megtérnek, akkor Isten megkegyelmez nekik. És ez a megtérés a zsidó szóhasználat szerint súb megfordulást jelent. Az Új Szövetségben ismét ismerjük ezt a fogalmat, hogy metanója, ami szintén fordulatot jelent az ember életében, mind szellemi értelemben, gondolkodást illetően, mind pedig életformát illetően. A gondolkodást illetően annyit jelent, hogy elfogadom az ige hirdető szavát, amit Jézus mond, vagy pedig az ige hirdető a Bibliából, és tanításként, figyelmeztetésként, javunkra mondja. Megtérés, tehát ez annyit jelent, hogy megfordulni, elfordulni a régitől, a bűnöstől, és odafordulni az Isten szerinti akarathoz, életformához. Ezt így olvassuk az igében, hogy a régiek elmúltak, hátam mögé vetem ezeket, és célegyenest elindulok egy új felé a Krisztus akarata szerinti életútra. Példát is tudok mondani a Bibliából erre nézve, hogy amikor az életforma megváltozik egy ember életében, amikor Jézus Krisztus elmondja a tékozló fiú példázatát, ismerjük belle, ott hagyja az atyai házat, elmegy, eltékozolja vagyonát, életét, egészségét, és egészen olyan mélyre süllyed életformájában, hogy a disznók vájújából eszik, ne, hogy éhen haljon. Elgondolkodik, milyen jó volt odahaza, és amikor gondolatában el tud jutni odáig, hogy bűnbánatot tartok, megbánom az én védkeimet, akkor azt is el tudta határozni, hogy elindulok haza. Ez a változás, ez a gondolatváltozás, életforma változás mutatja a megtérést, a rosszból a jó felé való megtérést, amit 180 fokos fordulatnak nevezünk vagy pedig a Bibliában olvassuk azt a Sault, aki zsidó létére keresztjén üldöző volt, és Damaszkuszba sietett, hogy a keresztjéneket bebörtönöztesse. És útközben találkozik az élet urával, Jézus Krisztussal, és megtérés, fordulat következik be életében, ami annyit jelent, hogy a keresztjén üldözőből Keresztjén lett, Krisztust hirdető lett, Saulból, Pálapostól lett ott a Damaszkuszi úton. És azóta is minden ember életében, aki Krisztussal találkozik, annak életében egy változás, fordulat megy végbe, amit, ahogyan az igével is mondtam, a bűnnek, a hűtlenségnek, a szeretetlenségnek, a testi tisztátalanságnak ellent tud mondani és a tíz parancsolat értelmében Istent szerető, tisztelő, embert szerető, szolgálóvá tud válni élete. Ma életünkben hogyan következik, vagy következhet be a Krisztushoz fordulás? Tehát a megtérés. Lehet ez egy pontszerű dolog? Talán nem lehet erre kaptafát húzni, hogy van emberi élet, aki egy pillanat alatt tér meg, változik meg élete. Ismerek gyülekezetből is, más közösségekből is olyan emberi életeket, akik meg tudják határozni megtérésük, megfordulásuk időpontját, dátum szerint, óra szerint. Ez történhet úgy, hogy egy ige hirdetés meghallása, vagy pedig egy testvérrel való imádkozási alkalom, amikor rádöbben az illető arra, beismeri saját bűneit, saját léha életformáját, hitetlenségét, és amikor ezt megbánja, amikor ebből szabadulni kíván, akkor a Szentlélek Isten megteszi a csodát életében, megváltoztatja, megfordítja, a régiből új emberré teszi. Egy pillanat műve is lehet. De van olyan emberi élet, aki nem tudja meghatározni, hogy ekkor és akkor tértem meg, hanem egész születésétől, gyermekkorától, neveltetésétől fogva Krisztushoz az Anya Szent Egyházhoz tartozik, és ha vétkezik is, de nem tudatosan, akaratlagosan teszi. Tehát életformája szinte mondhatjuk a Biblia szavával úgy, hogy születésétől kezdve Krisztushoz tartozó. Ismerjük a bibliai történetet, amikor hát keresztelő János szinte anyja méhének fogantatásától kezdve Istennek szentelt életű emberré lett. Jézus azt mondta, térjetek meg, mert elközelget a mennyeknek országa. Milyen változást hirdetett ezzel? Amikor mi az Isten országáról beszélünk, legtöbb ember úgy gondolja, hogy majd az utolsó ítélet után beszélhetünk igazán Isten országáról. Jézus Krisztus nekünk egy programot adott, amikor azt mondta, hogy ahol ketten vagy hárman egybegyülnek az én nevemben, ott én jelen vagyok. Ott már jelen van az Isten országa, ahol beszélgetnek én rólam, imádkoznak én hozzám, egyen, ketten, hárman. De az Isten országa ott is jelen van, amikor jó szolgálattal, embert szeretéssel oda tudok fordulni, akár az egyedül lévőhöz, akár a beteghez, akár a gyászolóhoz, hogy hitében erősítsem, vigasztaljam. Mert az Isten országa már itt is ilyen formában megvalósul, hogy segítem azt a másik embert az Isten igényével az én hitemen keresztül.